Gondosan készítették elő a virágágyásokat, majd ültették a virágokat, és tisztították meg a várárkot a diákok. A földnapja alkalmából igazi összefogás alakult, hogy szépé varázsolják a vár környezetét. Ezt a rendezvényt tulajdonképpen a Kunidomokos Múzeum igazgatója találta ki, felhívott Schmidtmeier Richárd, és elmondta, hogy ők a földnapja alkalmából szerveznek egy ilyen takarításos, rendberakós, csodaszép nyári napot a Tatai Várnak az épületébe, illetve hát az udvarán. Ehhez mi társultunk, az Öreg Tóhalászati Kft. Társult hozzá. Megkerestük az Eötvös József Gimnázium diákjait azzal a kéréssel, hogy közösségi szolgálat keretében tudnának-e a földnapja alkalmából segíteni. Lelkesen vállalta a biológia tagozatos osztály ezt a feladatot. A gyermekek tereprendezési munkálatokat végeznek itt a várárokban, kis gerebjézés, virágültetés, szemétösszeszedés. A diákság nagyon lelkesen fogadta ezt a felkérést, egy egész osztály jött hozzánk segíteni, illetve az osztályhoz társultak barátok, évfolyamtársak is, úgyhogy több mint 30 gyermek dolgozik most nálunk. A programon résztvevő diákok is szívügyüknek érzik a környezetrendben tartását. Hogy védjük a környezetet, az nagyon fontos, mert sokan nem figyelnek arra, hogy mit és hova dobnak. Mi biológia tagozatosak vagyunk, a félosztály biológiát emelt szinten tanul az Eötvös József Gimnáziumban, és nekünk különösen fontos a környezetvédelem. Iskolánkban nagyon fontos a környezeti nevelés. Évekig nagyon sikeresen dolgozik a környezetvédelmi munkacsoport iskolánkban, és ezt a biológia tagozat kiemelten kezeli, a környezetnevelést és a természetvédelmet, úgyhogy a Föld napját szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Én az osztályommal a múlt héten már kirándultam a Gerecsében, és most pedig hát a gyerekek az első hívószóra lelkesen jöttek. Hát ilyen szerencsénk van, hogy ilyen szép időben dolgozhatunk, ez még közösségépítésnek is egy nagyszerű dolog. A Kunidomokos Múzeum az Öreg Tóhalászati Kft. És a diákok mellett a Tóparti Platán Restaurant és Café étterem is részt vett az összefogásban, hiszen üdítővel és étellel is kedveskedtek a közösségi munkát végző fiataloknak.